Lesz elég hal karácsonyig a boltokban, illetve a piacokon, annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt csak közepes az idei haltermés. A magyarok még mindig kevesebb halat esznek, mint az uniós átlag, de a karácsonyi időszakra ez nem igaz. Ilyenkor jól fogy a hal. A ponty, az afrikai harcsa, a szürke harcsa, a süllő, valamint a busa, a sláger. A ponty és az afrikai harcsa fogy leginkább ezen a budapesti piacon. Van, aki már az ünnepekre készülve vásárol. Ezt halászlélek. Egy árus szerint a pandémia miatt óvatosabbak az emberek. Évekkel ezelőtt úgy történt, hogy már december elejétől kezdődött a felvásárlás. Most még kicsit gyérebb, de most már azért kezd erősödni az, hogy lehet érezni, hogy a vásárlók inkább fölkeresik a piacokat, mint a multikat. A karácsonyi időszak előtt keresik leginkább az emberek a halat, a termelők ilyenkor az éves forgalmuk 60-70%-át tudják le. Utána viszont érezhetően kevesebb fogy. Egy győri halboltos szerint az állagától félnek leginkább a vásárlók. Mindig azt kérdezik, hogy melyik menin szálka. Majdnem mindegyik magyar halban van szálka, egyedül a szürke harcsában nincsen, csak annak meg roppant magas az ára, mivel nagyon lassan nő, sok idő kell, mire eléri a piaci méretét. A vásárlók igényeihez igazodva árulnak filézett halakat, ezekben nagyon kevés a szálka. A kínálat a tervek szerint nőni fog itthon. Az Agrártárca hamarosan elindítja a MAHO Plus pályázatait a tógazdaságok fejlesztésére. A jó minőségi hazai halak fogyasztásának növelése csökkenti az importfüggőséget, valamint piacot biztosít a hazai haltermelőknek. Másrésztről népegészségügyi szempontból is nagyon fontos a növekedés, hiszen tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy a hal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, amelyek hazánkban vezető haláloknak számítanak. Az idei év a szaporulat szempontjából közepesnek mondható, de minden magyar család ünnepi asztalára jut majd hazai hal. A termelők önként korlátozták az exportot, és a környező országok ponty, illetve harcsaj piacaira az igényekhez képest kevesebb halat szállítottunk, hogy a hazai termelésből mindenkinek tudjunk kielégítő mennyiségű és minőségű magyar halat felszolgálni. A halat egyébként azért is érdemes fogyasztani, mert más húsokban sem fellelhető omega-3 zsírsavat tartalmaz. Van még benne A, D és B vitamin is, ami a vírusos időszakban jót tesz a szervezetnek.